Nagyon sok szeretettel köszöntelek titeket a ma esti dobbantón. Ahogy látjátok, ma én vagyok a házigazda, és nem is szeretném sokáig rabolni a szót a mai nagyon kedves vendégünktől, Harmad Katalintól, aki természetgyógyász minőségében van most itt nálunk, mint vendég. És azt beszéltük meg Katival, hogy a ma este nem én mutatom be őt, mivel elég érdekes a történet, hogy hogy is került ő kapcsolatba a gyógygombákkal, ő fogja elmondani maga. Úgyhogy át is adom a szót Katinak. Köszönöm szépen. Sziasztok, jó estét kívánok mindenkinek. Igen, nekem az alapvégzettségem az egészségügyi szakközépiskola, és mindig is a gyógyítással foglalkoztam, mindmáron 30 éve. És 4 évvel ezelőtt végeztem el így továbbképzésként a gyógymasszőri tanfolyamot, ez egy 2 éves továbbképzés volt, és 5 éve dolgozom gyógymasszőrként, és mindig is foglalkoztam azzal, hogy hogyan lehetne azt a tudást, amit már így az elmúlt 5 évben is a folyamatos továbbképzésekkel megszereztem, még valami pluszba tovább vinni, és kerestem a lehetőséget. És akkor egyszer csak találkoztam Horváth Gézával, aki elkezdett nekem mesélni a DXN-ről, a gyógygombákról, és megkérdezte tőlem, hogy érdekelne engem a ganoterápia. És akkor én nem tudtam, hogy mit jelent az, hogy ganoterápia, csak amikor kimondta ezt a szót, akkor ez így megérintette a szívemet, és azt mondtam, hogy nekem ez kell, ez engem érdekel. És aztán ez ugye tavaly júliusban volt, és akkor augusztusban először e-mailben vettem fel a kapcsolatot Jane Yeo-val, aztán szeptember 8-án pedig találkoztunk Budapesten, amikor ő itt volt és előadást tartott. És én akkor jelentkeztem nála, hogy akkor én szeretnék tőle ganoterápiát tanulni. Így indult el az én tanulmányom ő nála. A munkánk pedig úgy zajlott, hogy én leírtam neki a már meglévő klienskörömből azoknak az embereknek az egészségi állapotát, akik vevők voltak arra, hogy akkor elkezdenék a ganoterápiát az életükbe belevinni. És akkor Jane meg mindig visszaírta nekem a választ, hogy milyen termékeket és hogyan alkalmazzak, de szépen elkezdte csepegtetni nekem a ganoterápia alapjait is, hogy mik azok az elvek, ami mentén fölállítjuk a terápiát. És így aztán körülbelül egy olyan másfél hónap után már úgy tettem föl neki a kérdést, hogy leírtam, hogy milyen esetről van szó, én mit javasolnék terápiának, és ő mit szól hozzá ahhoz, amit én összeállítottam. És akkor ő már ezeket jóvá hagyta, vagy még hozzáírt kiegészítést, tehát így nőttem bele szép lassan abba, hogy aztán már önállóan kezdtem el összeállítani a terápiákat. És aztán idén májusban, amikor újra itt járt Magyarországon, akkor már megkaptam tőle azokat a diákat is, amikkel akkor tartott előadást itt Magyarországon, és akkor én is elkezdtem kisebb előadásokat tartani, ganoterápiát, tulajdonképpen ilyen felvilágosító napokat tartani, és elkezdtem kidolgozni azt a tananyagot, ami már konkrétan arról szól, hogy hogyan tudom megtanítani a ganoterápiát a teljesen laikus érdeklődőknek. És ezt a tananyagot összeállítva, aztán az egészségügyi engedélyezési hivatalnak beadtam, mint szabadon választható továbbképzést, és ezt nyilvántartásba vették. Tehát onnantól kezdve most már hivatalosan is taníthatom így a ganoterápiát, és most azon már az a folyamat zajlik, hogy ez akkreditált képzéssé nyilvánítsuk, vagy nyilvánítsa a hivatal, tehát egészségügyi dolgozóknak, majd nyilván a hivatal megállapítja, hogy melyik szakmacsoportnak, de remélhetőleg jövőre már ez egy szabadon választható kreditpontos képzés lesz. Tehát ez így indult el az egész. Tehát most a ganoterápia egy napos képzés igazából, és hogy én összeállítottam egy diasort nektek, hogy egy kicsit bemutassam azt, hogy miről is szól maga a képzés, meg hogy milyen anyagokat szoktunk megosztani, meg hogy mit is tanítunk meg itt ezen a tanfolyamon, és aztán majd a dia vetítés végén utána majd kérdezhettek is.
hogy ha még nyilván lesz kérdésetek ezzel kapcsolatban. Azt mondja, hogy tehát mit is jelent a szó, hogy ganoterápia? A ganoterápia a gyógyítás alapjait természetes megközelítésen keresztül fekteti le, ami a semmittevést vagy a be nem avatkozást jelenti. Ez Dr. Lim könyvéből vettem ide idézetként. Amúgy a tananyagban benne van Dr. Limnek az a könyve is, ami egy 35 oldalas könyv, és az a ganoterápiáról szóló könyv. Ez egy angol nyelvű könyv, de ezt is lefordítottam a nyáron, és ennek is a lényegét azt szintén beleépítettem a tananyagba. Ez a holisztikus megközelítés tulajdonképpen arról szól, hogy a szervezetünknek a működését támogatjuk, tehát nem úgy avatkozunk be kívülről, mint egy antibiotikummal, amikor szétbombázunk mindent, hanem a testet erősítjük meg, és a testnek az immunrendszerét, meg az egyéb szervrendszerét erősítjük meg a ganoterápia segítségével, és így tudjuk ebből a kibillent állapotból vissza segíteni a szervezet működését az egészséges állapotba. A ganoterápia eszközei ugye a ganoderma és az egyéb gyógygombák, illetve a funkcionális élelmiszerek, amelyek azért hívjuk őket így, hogy funkcionális élelmiszerek, mert hogy mindazokat a tápanyagokat tartalmazzák, ami a szervezetünk működéséhez elengedhetetlenül szükséges. Szintén Dr. Limet idézve, ő azt mondta, hogy a táplálék az a ganoderma, meg a spirulina, és a táplálék kiegészítő az a csirke, meg a rizs, amit megeszel amúgy, mert hogy az igazi táplálék az a ganoderma, meg az egyéb funkcionális élelmiszerek, hiszen abban több száz olyan tápanyag van, ami valóban építi a szervezetünket. De a tananyagnak az elejéből két nagyon fontos diát tettem ide, megmutatva azt, hogy a ganoterápia egy nagyon-nagyon egyszerű, nagyon jól megérthető elvek mentén működő terápia. Négy alapelve van. Az első az, hogy a betegségeinknek két fő oka van. Az egyik az, hogy nagyon sok méreganyag kerül a szervezetünkbe, a táplálkozásunk által, az életmódunk által, mert hogyha valaki nagyvárosban él, ugye, akkor a levegővel is nagyon sok szennyezőanyagot lélegez be a tüdejébe. Illetve a másik fő ok, hogy a szervezetünk egyensúlya megborul, és ennek például az egyik oka, vagy az egyik kiváltó ok lehet az, hogy a mindennapi stressz, ami ér minket, azt hogyan tudjuk feldolgozni, vagy éppen nem feldolgozni, és ez is egy megborulást idézhet elő a szervezetbe. A második alapelv, hogy a ganoterápia az a testet kezeli, aminek következtében a test beindítja az öngyógyító folyamatokat, és elkezdik kezelni a betegséget. Tehát mi soha nem a betegséget gyógyítjuk konkrétan, hanem a betegség az már valamilyen egyensúlyi állapot felborulásnak a következménye, ez tünetként jelentkezik, és mi igazából ezekre a tünetekre reagálunk a kezeléssel. És amikor beindítjuk a ganoterápiát, tehát elkezdi szedni a kliensünk a ganodermát, a spirulinát, az oroszlánsörényt, akkor egyszer csak reakciók jelentkeznek. Ez lehet néhány nap múlva, lehet pár hét múlva, de mindenképpen az első 30-60 napban már valamilyen reakció következik be. Ez lehet hasmenés, lehet köhögés, lehet erőteljesebb izzadás, fájdalmak megjelenése, tünetek felerősödése, tehát mindenképpen a testünk elkezd beszélni és jeleket küldeni. Ez mindig egy jó hír, hogy a testünk elkezdett reagálni, tehát ennek mindig nagyon-nagyon örülünk, még akkor is, hogyha a paciensünket ez egy kicsit megviseli, mert akkor ezekre a tünetekre tudunk aztán reagálni, tudjuk a dózist beállítani, vagy lejjebb vinni, vagy éppen följebb vinni, tehát attól függően, hogy merre szeretnénk tovább terelgetni a testnek a működését. És már a negyedik alapelvet tulajdonképpen így érintettem is, hogy nem a betegség az, ami meghatározza a dózist, hanem mindig az, hogy a test milyen állapotban van, és hogy milyen reakciókat mutat, ehhez igazítjuk a dózisokat is,
meg ehhez képest változtatjuk azokat a készítményeket, amit használunk a ganoterápiában. Tehát menet közben cseréljük őket, helyettesítjük egyiket a másikkal, tehát mindig a testre és annak a reakcióira reagálunk. A másik nagyon fontos alapelv, hogy mi az az öt fő terület, amire hatunk a ganoterápiával. Az első az, hogy az életmódunk miatt, ugye az étkezésünk minősége miatt nagyon savas irányba tolódott el a testünknek a pH-ja, a szövetközti folyadéknak a pH-ja, és a ganoderma az egyik leglúgosabb hatású élelmiszer, tehát ez nagyon tud segíteni abban, hogy visszaállítsuk a testnek a pH-ját. A savasság miatt ragacsossá válik a vérnek a minősége is, rosszabbul szárítja az oxigént, tehát a második terület, amire tudunk hatni a ganoterápiával, hogy javítjuk a vérkeringést. A ganoderma mellett a cordyceps gomba az, ami még nagyon-nagyon tud nekünk ebben segíteni, mert mindkettőnek, tehát a ganodermának az RG, tehát az öreg gomba, és a cordyceps gomba is, ők kifejezetten abban segítenek, hogy a vérnek, a vérlemezkéknek ezt a ragacsosságát megszünteti, tehát vérhigító hatása van. És mivel a hajszálerek keringését is javítjuk, ezért az agynak, a vessének és a májnak a funkciója is javulni fog, tehát összességében az egész szervezetnek a működését támogatjuk. A harmadik terület, amire hatunk a ganoterápiával, az az immunrendszerünk. Ugye a különböző allergiák, azok többek között azért alakulnak ki, mert túl sok toxin van a szervezetben, és már túl érzékenyé vált a szervezetünknek a működése. A ganoderma ezeket a toxinokat kitakarítja, és segít abban, hogy a szervezet újra magára találjon, és jó immunitás alakuljon ki. Az oroszlánsörény gomba pedig regenerálja a teljes emésztőrendszer, tehát ő is abban segít, hogy a fölösleges méreganyagokat mind-mind pucoljuk ki a szervezetből, hogy az fellélegezzen és újra jól tudjon működni. A negyedik, amire hatunk, az a sejteknek az oxigén szintjét növeljük. Ugye, hogyha a sejtek jól működnek és regenerálódnak, illetve az új sejtek, ahogy képződnek, azok már egy olyan szervezetbe születnek meg, ami már egy sokkal jobb közeget biztosít nekik, akkor összességében, bármilyen érdekesen is hangzik, megfiatalodik az ember a ganoterápia által. Jane is annak idején mondta, hogy ő 60 évesen sokkal dinamikusabb, sokkal fittebb, fájdalommentesebb az élete, mint mondjuk amilyen volt 45 éves kora körül. Én egy éve használom a készítményeket, és én egy év alatt is nagyon-nagyon sok változást tapasztaltam magamon. Úgy ment le rólam 10 kiló, hogy észre sem vettem. Én is most már fájdalommentesen élek, pedig nagyon-nagyon fájt a derekam. Ha mégis valamilyen akut probléma van, akkor például a cordyceps, a térdizületi gyulladásomra nagyon jó volt, mert kicsit túlsportoltam magam a DX-en családi napon, és nagyon lelkesen a semmiből lefutottam 2 kilométert, aminek következtében begyulladt a térdem 2 nap múlva, de 4 nap intenzív cordyceps szedése, és teljesen lement a gyulladás. A cordyceps amúgy is egy olyan készítmény, amit azt mondok, hogy mindig legyen otthon, mert nagyon-nagyon erős gyulladás csökkentő hatása van. Ezen kívül, ahogy ugye itt írtam, a hörgőkre is nagyon jó hatással van, tehát úgy is jön a téli időszak, mindenképpen cordyceps legyen otthon a házi patikában. És az ötödik, amire hatunk a ganoterápiával, az az idegrendszernek a harmonizálása. Ugye az elején mondtam azt, hogy a stressz milyen hatással van a szervezetünkre. Ugye a stressz miatt szűkülnek az erek, az megemeli a vérnyomást, az emésztést lassítja, vagy éppen gyorsítja, tehát hogyha nagyon stresszesek vagyunk, akkor akár ez hasmenést is okozhat. Tehát az oroszlánsörény gomba mindenképpen abban segít, hogy az idegrendszernek a működését kisimítja, és az öreg gombának is a triterpén tartalma szintén kiegyensúlyozza az érzelmeket. A ganoterápia képzésen aztán minden egyes készítményt részletesen hatóanyag szinten végignézünk, melyik hatóanyag mire hat, és hogyan tudjuk ezeket a készítményeket használni terápia szinten. Én most hoztam néhány érdekességet.
Nemrég volt egy masször konferencia, ahol szintén a gonoterápiáról tartottam teljesen laikusoknak előadást, de mégis olyan szempont, gonoterápia szempontból laikusok, de szakemberek, hiszen ők is gyógymasszőrök. És ott meséltem el azt, hogy nagyon sokszor a derékfájdalomnak a hátterébe nem a gerincnek a problémája húzódik meg, mert ugye hiába nézik röntgennel, MR-rel, minden lelet negatív, az ízületek is rendben vannak, mégis folyamatosan fáj a derek annak a kliensnek, aki erről panaszkodik, és ennek az az oka, hogy itt, ahogy a rajzon és a felső rajzon látszik, ugye ott van a gerinc mellett a sok-sok izom, ami tartja az egész rendszer, és alá azért tettem be ezt a képet, hogy lássátok, hogy az izmokon ott előtte ott van az egész bélrendszer. És hogyha a bél fala sérült, és átszivárog a kötőszöveti rétegbe a bélfalból a toxin, akkor az egyszerűen annak az izomrendszernek a fascia hártyáit, tehát a kötőszöveti hártyáit irritálja. És ahogy irritálja, ez összehúzódásra kényszeríti az izmokat, és az állandó összehúzódás, ez lesugárzó fájdalmakat, meg állandó derékfájást tud okozni. És több olyan vendégem van már, akinél az oroszlánsörény gombát használtuk, meg a ganodermát, hogy kitisztítsuk a bélrendszert, meg regeneráljuk, illetve azt a visszareális terápiát, amit most már évek óta tanulok, hogy a belső szerveknek a kötőszöveti rendszerére hogyan lehet nagyon finom kézi, tehát manuális technikákkal hatni. Így ezt a kettőt együtt kombinálva nagyon gyorsan panaszmentessé lehetett tenni a pacienseket, és voltak olyanok, akinek valóban már csípő protézis műtétre várt, de ezt az egész izomrendszert én helyre raktam, és akkor minden rendbe jött. Ugye itt, ahol most a nyilacskát mutatom, ez az izom ugye lefut egész ide a csípő csontnak a fejéhez. És hogyha ezt irritálja a toxin, akkor állandó csípőfájdalom is lehet. És hát ugye nagyon sokszor az a megoldás, hogy jó, hát akkor legyen csípő protézis, közben csak ezt az izmot kellett kilazítani, meg a kötőszövetből a toxinokat kitakarítani, megszűnt a fájdalom, és onnantól kezdve nem kellett már csípőprotézis. Aztán a másik nagyon fontos terület, hogy ugye nagyon sok embernek van vagy inzulinrezisztenciája, vagy ételallergiája, vagy cukorbetegsége. Az oroszlánsörény gombával fantasztikusan jó eredményeket lehet elérni, és a máj a másik olyan szervünk, amit hogyha regenerálunk, akkor a májunk az egész izomrendszernek a működésére hat. Tehát, hogyha a máj rendben van, akkor az izomrendszer is fellélegzik, és jobban tud működni. Azt meg ugye megint csak az öreg gombával is, meg a cordyceps gombával is nagyon-nagyon jó a karban lehet tartani. Újra életre lehet kelteni, ki lehet tisztítani, és amikor az új májsejtek képződnek, akkor már egy sokkal jobban funkcionáló májat tudunk teremteni magunknak ezekkel a készítményekkel. Az oroszlánsörény gombát azért szeretem még nagyon, mert ő az idegrendszerre is hat, meg az emésztőrendszerre is hat. És hát ha az idegrendszerünk nyugodt, akkor az emésztőrendszerünk is jól tud működni. Ha az emésztőrendszerünk nyálkahártya rendszere jól működik, és nincsenek ott gyulladások, akkor az szintén jól hat az idegrendszerre. Tehát ez a kettő egymásra oda-vissza hat, és hogyha az oroszlánsörény gombát használjuk, akkor igazából mindkét rendszerre egyszerre hatunk. Én ezért szeretem nagyon ezt a csodagombát. Amire még nagyon jól lehet használni, azok a neuropátiás fájdalmak, tehát ugye vannak olyan betegségek, mint például a cukorbetegség, ahol az idegsejteket bevonó mielin hüvely, tehát ezek a picike sárga kis virslik, amiket itt látunk a képen, ez a mielin hüvely, hogyha ez sérül, vagy elkezd lesorvadni az idegszálról, akkor az ideg nagyon-nagyon érzékenyé válik, tehát hozzá se lehet érni az illető bőréhez, mert szinte minden mozdulat is fáj.
Ennek a visszaépülését tudja segíteni az oroszlánsörény gomba. A ganoterápia szerepe az életünkben, hogy hol is tudjuk alkalmazni. Igazából három fő terület van. Az egyik az a prevenció, hiszen amikor úgy érzed, hogy minden rendben van, és nincs olyan tüneted, amivel orvoshoz fordulnál, ez semmi más, mint a betegség előtti állapot. Ugye szokták viccesen mondani azt, hogy nincs egészséges ember, csak rosszul kivizsgált beteg. Tehát, hogy mindenki lehet mit javítani. Én is, amikor elkezdtem a gonoterápiát alkalmazni saját magamon, én azt gondoltam magamról, hogy egészséges vagyok. És aztán nagyon érdekes volt, hogy tényleg mennyi reakciót váltott ki nálam is a ganoderma. Most, amikor meg a térdemre használtam a cordyceps gombát, akkor mellékhatásként az arcüregem meg a homloküregem is 4 nap alatt kitisztult. Nem gondoltam volna, hogy ott annyi minden lerakódás van, de a cordyceps gomba azt is kiűzte. Tehát az lenne a legszerencsésebb, hogyha tudnánk a családunkra, a barátainkra olyan szempontból hatni, hogy elmesélni nekik, hogy a megelőzés az mindig olcsóbb és mindig hatékonyabb, mint hogyha már valamilyen betegségre kell megoldást adni. Tehát napi 3GL, 3RG, meg 5 spirulina, ez lenne az alap, hogy ezt mindenki az életébe beépíteni, akkor sokkal egészségesebbek lennénk mindannyian. A következő, amivel a második szint, az a támogatás, amikor már valamilyen orvosi kezelés mellé támogatásként adjuk a ganoterápiát. Ugye ez lehet legsúlyosabb esetben a kemoterápia, vagy valamilyen sugárkezelés előtt, alatt, után. Műtéti előkészítésre is használtuk, meg műtét után is már több kliensemnél a ganoterápiát. Szülés előtt vagy után, ott is nagyon-nagyon jól működött. Illetve krónikus betegségeknél, tehát a cukorbetegségnél, magas vérnyomásnál, asztmánál, tehát ezeknél a krónikus állapotoknál is mind-mind a gyógyszerek mellé bátran alkalmazható a ganoterápia, mert hogy segíti a szervezetet visszaállni az egészséges állapotba. A gyógyszereknek a hatását majd, hogy nem azt mondom, hogy inkább emeli, mert hogy közben folyamatosan tisztul a szervezet, ezért a gyógyszer is jobban fel tud szívódni, és jobban ki tudja fejteni a hatását, és miközben a gyógyszer is jobban hat, meg a szervezet egyensúlya is kezd visszaállni az egészséges állapotba, ennek az lesz a következménye, hogy szép fokozatosan a gyógyszereket el lehet hagyni, és megelőzésként meghagyni a ganoterápiát ezen az alapszinten, amiről az előbb beszéltem, és akkor vissza lehet állítani a szervezetet az egészséges működésbe. És van az a szint, amikor úgynevezett utolsó reménysugár a ganoterápia, mert hogy vannak olyan állapotok, amikor az orvos már lemond a betegről. És ezt nem azért teszi, mert mondjuk tényleg halálos beteg, hanem olyan betegsége van, olyan kórképe van, amire azt szokták mondani az orvosok, hogy hát kedvesem, tanuljon meg vele együtt élni. Ilyen például a hisztamin allergia, amikor is 4 A4-es oldalra felsorolják a paciensnek, hogy akkor mi mindent nem ehet, és akkor körülbelül kenyéren meg vizen tud csak élni, mert minden mástól azonnal hasmenése lesz. És a 78 éves Margó néni 4 hónap alatt gyógyult ki teljesen a hisztamin allergiából a ganoterápia segítségével, mindeközben csökkent a cukorbetegségének az állapota is szépen kezdett már normalizálódni, és nagyon-nagyon tisztelem azt az orvost, aki az ő kezelőorvosa, mert végighallgatta, hogy Margó néni milyen gyógygombákat szed, milyen terápiát alkalmaz, és miután az orvos látta azt, hogy folyamatosan javulnak a vércukor eredményei, mert Margó néni nagyon szépen vezeti a vércukornaplóját, így aztán elkezdte az inzulin adagot is lejjebb vinni az orvos, és azt is leírta a zárójelentésébe, hogy a hisztamin allergiájából is meggyógyult a gyógygombák és a spirulina alkalmazásával. Azt kívánom, hogy minél több olyan orvossal találkozzunk, aki nyitott arra, hogy ezeket az alternatív gyógymódokat is respektálja, mert a kettő együtt tud nagyon-nagyon jó eredményt hozni. Zárásként pedig hoztam nektek télire prevenciós tanácsokat. A különböző korosztályokra bontottam szét. Az általános immunerősítésben a gyerekeknek, tehát óvodás és kisiskolás korban
napi egy vagy két GL, spirulinából 2-4, ugye attól függően, hogy az a csemette hány kiló, tehát nyilván, hogyha 20 kiló alatt van, akkor napi egy GL, meg két spirulina, meg egy-két oroszlán söringomba, az teljesen jó lehet. Az én iskolás gyermekem, aki most ugye 9 éves, a kicsi, ő is a GL-t, a spirulinát és az oroszlán sörényt kapja szinte minden reggel. Egyrészt azért, hogy jobban bírja a sulit, másrészt azért, hogy az immunrendszere jó erős legyen. És ugye tavaly kezdtük el a ganoterápiát az életünkbe beleépíteni, és igazából az elmúlt évben talán, ha egyszer volt beteg, tehát nagyon-nagyon sokat erősödött az immunrendszere neki is. És azok a gyerekek, akik szeretik a kakaót, nekik a kokózi kakaóitalt tudom ajánlani, mert abban is van GL, illetve az alma enzimitalt, meg az alma dzsemet, mert hogy abban meg ugye nagyon sok enzim van, az alma dzsemben meg a pektin, ami meg az emésztőrendszert segíti működtetni. A nagyobb iskolásoknak, a felső tagozatosoknak már azért javaslom az ergészedését is, mert hogy, tehát az öreg gombát, mert ők már bizony sűrűbben látogatják a gyorséttermeket, és isznak mindenféle cukros üdítőitalokat, meg több csokoládét, cukrot és egyéb olyan élelmiszernek látszó tárgyat esznek, ami már nem annyira egészséges, ezért náluk már fontos az, hogy a méregtelenítést is beindítsuk valamilyen szinten. A felnőtteknél ott a GLRG-t napi 2-3, ugye, ahogy már az elején is mondtam, a spirulinából pedig napi 5. Valakinek szól a hangszórója. Tehát, ahogy említettem, az abszolút alap az a felnőtteknél a 3GL, 3RG, 5 spirulina. Emellé kávéz egészségesen, a ganodermás kávéinkból, ugye nagyon sokféle kávé van, tehát mindenki ki tudja választani azt, hogy melyik az ő ízlésvilágának megfelelő. És az enzimpótlás az elengedhetetlenül fontos. Ugye az alma enzim ital az egy nagyon-nagyon elérhető és jó készítmény. Tudod vinni magaddal a táskádba, felhigítva, felváltva lehet őket alkalmazni, hogy egyik hónapban az almaenzimet iszod, a következő hónapban a morénzit, a következő hónapban a rozellét, és mivel mindegyiknek más az alapanyaga, ezért tényleg nagyon-nagyon változatosan tudod a különféle enzimekkel folyamatosan táplálni a szervezetedet. És hogyha meg olyan gyulladásos probléma van, ami tényleg vagy egy akut gyulladás, vagy egy krónikus gyulladás, ott viszont a Cordypine ital az, ami nagyon-nagyon tud segíteni. Ugye minden évben beharangozzák, hogy és érkezik az influenza. Engem ez különösebben nem érint, mert én nem is foglalkozok ezzel, és teszek az egészségemért, tehát folyamatosan szedem a ganoterápiát, vagy a ganodermát, meg a spirulinát, úgyhogy azt gondolom, mindent megteszek azért, hogy ne is érintsen. Ahogy közeledik az influenza szezon, direkt így oda is írtam, hogy kb. December 20-ától kezdjük el felturbózni magunkat a GLRG spirulina mellé egy napi egy kordicepszel, és január 10-től, amikor már szokták mondani, hogy akkor mostantól tombol az influenza, akkor meg kétszer egyet. És a Cordyceps az mindig legyen otthon tartalékban, mert ahogy említettem, nagyon-nagyon erős gyulladás csökkentő. Nemrég a nagyobbik lányomnak volt vese gyulladása, egy akut állapot, amikor ilyen 40 fokos láza volt, és akkor a Cordycepsből 2-t és a GL-ből 2-t adtam neki óránként, 24 órán keresztül. A következő 24 órában pedig 2 óránként volt a 2 Cordyceps, 2 GL, és tulajdonképpen 2 nap alatt elértük azt, hogy teljesen láztalanná vált, lement a gyulladás, és hétfőn betegedett meg, csütörtökön meg már tudott egyetemre menni. Tehát nagyon-nagyon nagy kincs van a kezünkben, csak fontos, hogy mindig legyen otthon, mert ugye a betegségek meg olyanok, hogy mindig hétvégén meg éjszaka törnek ki,
fáradt, akkor ha van otthon, akkor van mihez nyúlni. A következő gonoterápia képzések most így az év végébe, ide fölírtam nektek az összes dátumot, tehát november 23-án lesz szombaton Moson-Magyaróváron, november 30-án szombaton Budapesten, és december 27-én pénteken pedig Pécset. És a ganoterapi tréningük az gmail.com címen tudtok rá jelentkezni, illetve van egy Facebook oldal, amit létrehoztam a ganoterápiával kapcsolatban, itt is tudtok kérdéseket föltenni, ha pedig személyesen tőlem szeretnétek kérdezni, akkor a katagano.dxn@gmail.com e-mail címen tehetitek meg. Köszönöm szépen a figyelmet! Nagyon szépen köszönjük, Kati, ezt a izgalmas előadást!